A mai általános felmérés az 3 vagy 4 pontból fog összeállni, a feladatokat ismertetni fogjuk majd. És ahogy végeztünk a feladatokkal, az osztályokat fogjuk majd csoportosítani. Le fogunk helyezni robbanószert, amit önök tudnak majd hatástalanítani. Nyó, gyere! Amikor megkezdődik a sokkoló párbaj, kérlek titeket, körülményesen mászkáljatok a pályán, és figyeljetek a bombákra, mert hogy bármikor felrobbanhatnak. Szóljatok, hogyha mindenki elhelyez. Mindegy igazából. Tiszteletem. A figyelme első fontos szempont, a figyelme sose lankadjon. Van még valaki? Szerintem vannak még egyébként, csak lehet, hogy elbújtak egy páran. Úristen. Még van egy itt a... Bassza meg! Fáj a félén, mosétál be középre. Az a tűzfejú köcög! Azt úgy látom, eltalálták. Végig bújkált az izé. Nagyon van szépen még küzdött. Egy itt bújkált a pokolba. Ketten vannak egyébként, de nem tudják egymásról, hogy izé, ők még játékban vannak. Akkor szólják a többieknek, hogy akkor vége. Vége. A kisegítő osztály lesz az, amivel meg fogjuk hódítani a kibaszott világot egyébként, csak mondom. Akkor benne vagyok. Mint ahogy említettem, ez egy egyfajta állapotfelmérés volt egyébként, egy általános felmérés köztetek, hogy ki milyen rátermet, ki hogy használja az eszét, és ki hogy jár túl ellenfele, észjárásán. Igazából rendkívül jól teljesített, majd hogy nem mindenki. Ugye? Most motiválni próbálok. Meg fog kezdődni most az osztályoknak a besorolása. Próbáljuk meg megtartani az iskolai hangulatot. Azért jön egy bomba. Tényleg nem hatástalanított a meg. Meg, Bob nem tudja, hogy sem. Nincs valahol egy püfé. Szia, pirotanár. Jó a pirotechnikus tanárunk. Keresek? Kidrobtak a jó voltából, van megint egy együttműködés. Hogyha az Easy kódot használjátok a befizetést és kacok, akkor kaptok 10%-kal több balansz, meg fél dollárt ajándékba is, amit hát a szerencsésen el tudtok használni. 5 napig él a Raptor Rage nevezetű event, amiben azért eléggé jó cuccok vannak, meg többfajta játékmód, mint például dinótojásokat tudtok itti amúgy, illetve a szokásos event pass is benne van. Hát láthatjátok például én 100-as szinten, amit hozzáteszek azért nem egy egyszerű eljutni, 89 dolláros AVP-t nyitottam, meg egy Golden Coil M4-et. A Changer nevezetű opció szerintem ismerős lehet. Nyilván minden nyitogatásnál kaptok eseménypontokat, ugyebár amit itt el tudtok költeni, és egyéb értékes skineket tudtok kapni. Tehát nem easy, hanem simán easy kód. Ez egy olyan dolog, ami gyorsan be tud cippantani, gyorsan át tudsz esni a határaidon. Mindig felelősség teljesen játszatok ilyen oldalakon, máskülönben azért meg lehet szívni rendesen, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Az, aki tök mag tigit osztogat. Micsodát? A kis tök mag. Na most elkapom a fülcimpádat, gyere csak velem, G! Megcib, van nálam egy kis ajándék. Mi van a zsebembe? Egy kis kókusz a fejedre, fiam! Úgy hallottam, hogy cigarettákat osztogatsz a diákok között, igaz ez? G, ne kelljen benne csalódni. Hogy osztogatni? Nincs is tálom. Hát nem tudom, én ez az információt kapja. Én is kaptam tőle. Eladó joint. Piros pontot szeretnél kapni, fiatal ember? Nem. Figyeljenek, mondok én maguknak valamit most. Hogy szökik? Ez az iskolai hét, de lehet, hogy hónap egy nagyon különleges dolog az életünkbe. Tudom, hogy sokan értik, én benne vagyok én is ebbe, csibészek. Szeretünk csibészkedni. Gratulálok, büszke vagyok rád. Köszönöm. De arra kérek mindenkit, hogy az iskolán belül próbáljunk meg fenntartani egy rendszert, ami egymás között sokkal gördülékenyebbé teszi az együttműködést. Sokkal kaotikusabb dolgot is átértünk, mert büszke vagyok egyébként, hogy ilyen gördülékenyen megy már ahogy a dolog. Én nagyjából feltérképeztem a képességeket, biztosra vagyok legalább 4 diákna, hogy kiszeretnék a kisegítő osztályba. Kezdte egyébként Magduma, hogy akkor... Hát, ő... nem vagyok, hogy én nem igazán akarok bőnök, nem tudom. Én nem ismerek semmit. Jó, vettem, jó. Tia, a pici G-t, akkor... azt akarom. Azt szét akarod szopatni, igen. A Puffit is. Igen. Meg azt a Kojit. Igen. Mert utálják egymást. Szerintem Chelsea-t. Meg akarok egy valamelyik Crimson-os a tehetőnek. Hát valami, a Jojo-t mondjuk. Hát de a Copper fivérek azok tényleg retardáltak teljes mértékben amúgy. Igen. Hát egy igen. Úgyhogy ez a 4-5 közül, ennyi bőven jó, ott meg mindenki a többi. Jó, rendben, pompás. Hát én mondanám a neveket egyébként, csak azért, mert
nem csak a tapasztalat és tudás alapján mérlegeltem, hanem az ellentétek alapján is. Tici mindenképpen ő, hát természetesen. Boris lenne a másik. Ez a nagy benga feka. Azt már hiába próbálod. Mert terveim vannak vele. Bigi, igen. A kisegítő osztályban. Tehát a kisegítő osztályban Tici, Bigi és Boris. Egyelőre. Illetve volt egy mamuszos tag, aki tényleg... Ki szerintem még csak egy bicskát se látott. Boris a kisegítő. Persze, hogy a faszomban ne. Azonnal befejezni! Azonnal befejezni! Kurvára befejezni! Faszomat már mindenki csak egyszer engem a azt hiszem volt egy repülő. Remélem ez... Bár nem, nem direkt volt, de remélem mindenkinek kellő figyelmeztetés volt. Én voltam! Mi volt? Ticike! Ticike! Tedd el a kezedből és add nekem át. Add nekem át, óra végén megkapod majd. Na. Miután megillett az osztályfőnök, hogy gyerünk le nevetek számokat. Szóval, jobbról kezdve! Tici, fogd meg, mert senki se kíváncsi rá! Na, szóval, Károly szegény Tici! Árver is abban, de osztályába. Murphy, jól emlé, ott mint a Teddy Ákkor a következő. Ó, a következő három kapásból, ahogy látom igazából. Igen, a kisegítő osztály részese akkor ön. Mi is a neve, uram? Joe Field. Joe Field, kérem, jöjjön ide. Önnek mi a neve? Tisztelettel, jó Garcia. Garcia, uram, jöjjön, és Biggie is kérem, jöjjön hozzám. Jöjjetek ide, fiúk. Itt a világot fogjuk meghódítani. Álljatok egymás mellé, fiúk, kérlek. Álljatok mellém, körém kell állni. A következő KDLJ osztályába tartoznak. Itt maga, uram. Nagyon jó osztályom lesz. Hát nem, igazából hát meg én nem tudsz, mert valahová, igen. Na, pörgessük meg, jó. Kocsi, szintén az én osztályomban. Kosaras és a hölgy, J osztályában. Segítős. Murphy, szóljak ki segítős. Aztam a fikáját. Elszi a fikáját, akkor hát ezzel kellett volna kezdeni. Akkor maguk kérem, jöjjenek a kisegítő osztályba, kérem. Boris, hey, mi a fasz? Gyerek is a tízben egy kisegítőbe! Bár pedig, de együtt eszel, gyere csak haver! Bemutattam az új osztálytársatokat, ő Boriszt egyébként. Hát ez osztálycsapat. Láttam, ez nagyon örülök, Boriszt. Ez osztálycsapat. De jó. Majd egy nagyon elést kérek a végén egyébként. Oké, mindenki. Nagyon elést, gyere! Akkor elést tőlem, Tici, hogy beszarik, behugyozik. Még nem teljes a csapat, mindjárt hozom még a meglepetés vendégeket. Azt hittem a Jojo, igen. A Jojo. Kisegítős a Jojo, kérem jöjjön. Itt a sapkás... Hé, fiú. Igen, itt a kis... Mennyien vagyunk a kisegítőbe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, még egy vendégünk van. Szükségem lesz egy olyan ember, aki az osztályom átlagát felhúzza majd. Igen? Van még egy kisegítő valahol? Hát igen, Lirojka, itt van még. Jó, de hogy közöttük? Nincs már, csak egy hely van a kisegítőbe. Hogy járnak azaz, kinek van a kevesen? Az jó kérdés. Matematikailag. Liroj, hova megy? Ez a meg egyekkel sem osztály. De várja, mennyi létszámmal fog működni egy osztály most pontosan? 10 valószínűleg. Ja, jó, rendben, hát akkor szuper, akkor itt a zöld sapkás úr, uraljon meg, kérem. Igen, magát keresem, maga az én osztályomban van. Neked mi a neved, fiam? Spanok Dingdognak hívnak, amúgy Fudzival. Jó, kisegítő. Málisz mellett. Csezi. De jó, rátok nézni, a balról jobbra kezdődjön a sor. Ott hátul esetleg a felfogás az később ér el, uram? Mi a helyzet? Hát kisegítősök vagyunk, balról. Ez igaz, állj be a sorba, meg. A kisegítő osztály 12 számmal rendelkezik. És mindenkit arra kérlek, hogy ám bár sokatokkal tudom, hogy nem túl közeli a kapcsolatom, és szinte már átfordul egy olyan irányba, hogy lehet, hogy nem is vagyunk... Hey! Ez a jó ne gondolkodj el, mert nem az osztályon gondolkodni kell. Bigi, most oda mész a repülőz, és befordulsz a sarokba. Én úgy gondolom, hogy együtt rengeteg ellentét van, rengeteg... ellentétes ember típus van ebbe az osztályban, de úgy gondolom, hogy az osztályok közötti bajnokságot már most előre megnyertük egy ilyen rendkívüli csapattal. Ticike, takarodjál Bigi mellé a sarokba! Rengeteg feladat vár ránk ahhoz, hogy tényleg be tudjuk bizonyítani azt, hogy képesek vagyunk együtt dolgozni, hisz ám bár ez egy bűnözőképző iskola, és sokak ellensége, de fontos az, hogy együtt tudjunk dolgozni.
a mocskos telibe vett, kibaszott. Él. Ismételje meg, Boris, amit mondtam! Az, hogyha mi egy olyan csapat leszünk, akik össze tudunk tartani, mert mi nem vagyunk normálisak, akkor mi fogjuk megnyerni ezt a sulit. Jó van, szerencséd, szerencséd, szerencséd. Az osztályok közötti bajnokságba nem csak a büszkeség, mint olyan, hanem rengeteg kivételes, és tényleg, értsétek jól, kivételes és értékes nyeremény lesz elosztva. Úgyhogy pontokra lesz bontva, hogy kimenj az év végén, ugye inkább úgy mondanám, hogy a vizsga végén, össze fogjuk számolni, hogy melyik osztály hány pontot ért el, és annak függvényében fogjuk megjutalmazni a diákokat. Csak annyit akarok kérdezni, hogy this from I am Herc, do this my friend? Bocsánat kicsit! Meg még azt is elnézést, bocsásson meg! De most úgy érti, hogy I am Herc? Úgy hárere Herc, Werner friends my real from friend? this from I am Herc. Igen, buszom. Igen. Need more bullet. Most elfoglaljuk az osztálytermeket, az osztályfőnökökkel beszélgettek a diákok, a terveket a jövőre nézve új, a jövőt megbeszéljük, meg ilyenek, utána tanári kargyűlés, és a mai napra szerintem végeztünk. Jó király. Hey, van. Rajt vannak a keskepásztor. Te krumpli órú, bandarin fejű, krumpli zsákot zabálok. Hallod, nénye? Ha? Pofád lapos, vagy betűnöm ruhával te mosógi? Mindenki válaszol egy magának megfelelő iskolapadot. Kérem is, egy iskolapad társat, ez nagyon fontos. Én leszek itt. Túl vagyunk a kezdeti nehézségeken, és a holnapi naptól elkezdődik a rendes oktatás, ugyebár, amit... különböző tanároktól fogtok megkapni. Nyilván nem mindig leszek jelen itt az életetekben, az iskolás éveitek alatt, vagy hónapjaitok, vagy heteitek alatt, már akinek érted, működik a dolog. Viszont arra kérlek titeket, hogy az összes professzort és tanárt tiszteljétek. Viszont nyugodtan lehet azért, hogy mondjam, a másik osztályokkal szerintem nem is kell mondanom. Nos, ahogy kint is mondtam egyébként az udvaron, hát lehet, hogy éppen utáljuk egymást, mint a büdös szart, mint például Boris, de itt az iskolán belül nem úgy tekintek Borisra, mint az utcán. Arra kérlek titeket, mert Magnum és Jay is fog nektek órát tartani, a professzorokat tiszteljétek, és legyetek együttműködőek, mert rengeteg piros pontot kaphattok, hogyha a tanárokkal nem megfelelően bántok. Úgyhogy a továbbiakban, ezt tényleg ezt jegyezzétek meg. Az adott osztályok együtt fognak majd útra indulni ezen a izgalmas utazáson. Ha a diákokat valamilyen formában gyengíteni szeretnétek, mondjuk Biggie például G-nek a szendvicsét napi szinten el szeretnéd venni, akkor természetesen vedd el és gyakorolj nyomást rá. Lehet, jó, jó, meg az nem tudom, de az is jó, nem csak az Uziát veszem el, hanem a cipőfűzömet beköttetem vele. Ilyen dolgok? Használhatok pajszát? Rágot kérek mindig tőle, meg ilyenek. Elektromos ösztökét lehet használni? Mit? Elektromos ösztöke. Osztály között nincs balhé, Bigi, nyugalom. Be a sarokba, Bigi, be a sarokba. Most. Hátra a sarokba. Most. Szépen sorba fogunk haladni. Lirójjal fogjuk kezdeni innen a szamárpadból. Igen. Meglátásokat. Észrevételeket és ötleteket szeretnék fogadni az osztály precíz együttműködésével kapcsolatban. Úgyhogy kezdjük, Leroy, neked mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Az a meglátásom, hogy sok olyan ember van itt, aki a streeten utálja egymást, viszont busz megállókba, le is felszállás közben, remélem, hogy majd azért lehet, hogy combon szúrjuk egymást, de itt az iskolában, tanár úr, jelentem alázatosan, félre tesszük az ellenségeskedéseket, és csak négy szem között, igen. Ha véletlenül nem én lennék a kedvence, akkor lehet, hogy Krisztál, akkor lehet, hogy Krisztál kapni fog egy olyan képet, ahol a nényét ölelgeted, Murph tanár úr. Tici, gyere csak a szamárpadba, és Leroyék fáradjanak a kiváltságos helyre, kérem szépen. Oda, köszönjük szépen. Menj a szamárpadba, Ticikém. Kijöhetek a sarokból, esküszöm, megalázkodom. Persze, menj, foglalj helyet Tici mellett, Bigi, kérlek.
Az a helyzet, hogy anyukám leesett a lépcsőről, és sürgősen haza kéne mennem neki segíteni. Foglalj a helyed, foglalj, menj vissza csak nyugodtan a helyedre. Kérdemes lenni, most a legelején kitartani farszangi bál, bazd meg! Egy emberről, akit ki kéne innen szavaznunk, hogy kicsit növekedjen a pressure. A nagyobb pressure, nagyobb koncentráció, nagyobb odatevés. Én le is adnám a voksomat ticire. Igen. De nagy osztály! Boris, köszönöm szépen az észrevételedet. Egy dologban nem tudok lépést, nem is akarok, az, hogy ebből az osztályból bárki is ki legyen szavazva, hisz nem véletlen kerültünk egymáshoz és egymáshoz közel, úgyhogy ezzel együtt kell élni és el kell fogadni. Ez egy nagyon nagy megpróbáltatás mindenkinek. Boris, köszönjük szépen a véleményedet. Esetleg, hogyha van még mondandó, csak nyugodtan. Igen. Továbbá lehetem hallott ezer év műve professzor úr, mert belepopázott valami kis csírafaszokó, de hogy nagyon szívesen rendkeznék a hetesi pozíció betöltésére az első héten. Júj, de szopkodjátok a tanálatot! Jalés! Osztály, vigyázz! Osztály, vigyázz, kérem mindenki álljon fel. Jaj, Istenem, tisztelet! Jó, Vigi, hallod? Mert tanárnak tisztelettel jelentem az osztály létszáma. 12, jelentem nincs hiányzik. 13, jelentem nem hiányzik senki. Mit keresnek itt az remek. Ki mit gondol, milyen szerepet tudna eltölteni egyébként az osztály? Feltett kezekkel jelentjük a szándékainkat, így van? Jaj. Parancsoljon fiatalember ott a szamárpadba. Szeretném elindítani, ifedetni a hajléktalan szakkört. Kíváncsi, feltérképezem azt, hogy ki milyen ötlettel és tanácsal tudja támogatni a csapat egységet igazából. Erre vagyok most kíváncsi. Tici, parancsolj, már látom, majd beszarsz, mondjad. Én azt találtam ki, hogy összeszednék egy pár embert, és a telolizálás az iskolában, a cúfolás, az, amit én tudnék képviselni. A cúfolás, telolizálás. Én meg a megalázás. Átgondolom az ötletet, Citi, remek felvetés egyébként. Köszönöm szépen. Leroy, parancsolj! Tanár úr, én azt szeretném mondani, hogy nem értek egyet azzal, hogy Boris itt bomlasztja a közösségünket, ugyanis Tici testvérem nagyon-nagyon hasznos tagja lehet az osztálynak, mivel hogyha itt van köztünk, akkor például amikor az utcán meg akarnak verni, vagy valami, akkor ő megmerhetnék őt helyette is. Oda lökhetjük el. Csak ő mindig elfut, érted. Élő síld egyébként, remek meglátás. Igen. Remek meglátás. Te mit bóklászol egyébként engedély nélkül, fiatal ember, megkérdezhetem? Megijedtek. Kiküldjelek az iskolába. Te ne nyomjad itt el az izéket, akik fizikailag nálad gyengébe. Igen, itt nem lesz bullying, haver. Dehogy nem. Itt nem osztályon belül lesz bullying, hanem mondjuk az másik osztályokból, a gyengébbeket, a nem rátermeket. Nyilvánvalóan, mint ahogy említettem, persze, hogyha esetleg megéheztek, vagy valami, akkor mondjuk a G nevezetű fiatal embert nyugodtan elvehetitek a szendvicset, hogyha értitek, mire gondolok. Igen. Meg Vigit rákérjük valakire, hogy verjem. De osztályon belül a legfontosabb szempont az összetartás lesz, és erre minden körülmények között figyelni fogok nagyon. Nekem most ti vagytok jelenleg a büszkeségem. Tanár úr, azt szeretném kérdezni, illetve javasolni, és szerintem dukálna az osztályunkhoz egy név, amit egy csak név? Mi használunk. Egy név. Ja. Nagyon jó. Hát csak felloptam, nekem lenne javaslatom is persze. Valami menü, valami különleges, valami special. Ha Bangers mondod, akkor szamárpad egy hétig, de továbbiakban nem, hallgatlak. Másik tervem is van. Fekete sasok. Vörös nekem öltözetet fogunk tervem. Használni egyébként az osztályon belül. Vörös az osztályok színekre lesznek bontva, és tőlem távol áll a vörös, a Bangerstől leginkább távol áll a vörös. Hát szerintem a vörös szín... Tőlem nem. Igen, itt különböző emberek, különböző csoportokban, és a vörös az egy egységes szín lehet szerintem erre. Itt most ennek nincsen utcai jelentősége. Abszolút, tehát nincs az, hogy mondjuk itt tudom én, a Blatz bandát képviselitek, itt az iskolát fogjátok képviselni a vörös színekbe. A holnapi napon betekintést nyerhetek az órák működésébe, és a külön a tanárokat ugye megismerhetik. A pénteki napon a táborozás napját meg fogjuk tartani, ahol is, ugyebár ahogy említettem előbb is, a túlélésé lesz a főszerep. Lesz valami program másosok. És mikor lesz programlás? Ezen felül ugyanis, hogy hamarosan farsang van, egy óriási farsangi bált fogunk tartani egyébként, ahol a diákok egymáshoz közel kerülhetnek. Nem is érdekes a kérdésem, azt akartam kérdezni, hogy itt nincs az aulában, akkor
Tessék! Coca-Cola! Azt kérdezem, miért kerültünk a szamápadba? Mi a fasz? Tettünk, ha? Oké, hogy polició szegnyalód, de nem állj le! Ja! Igazából nézz, kedves Tici! Igen? Márjon tanár úr, azért ticikém, mert te a kezedet is csak megszokásból rakod föl, mert megszoktad, hogy állandóan le vagy pakolva, te f***csopú. Húzessegi. Jó, de a plafon mi az ajtó? Az ajtó nem rosszul. Oké, az jó volt, jó. Oké. Osztályfőnöki óra befejeződött, a mai iskolai nap ezzel befejeződött, a holnapi napon viszont belevetjük magunkat a mélyvízbe, és mindenkire szükség lesz. Várunk mindenkit sok szeretettel, urak, hölgyek! Srácok, ahogy tanultuk! 3, 2, 1, viszontlátásra! Viszontlátásra, gyermekeim, holnap várok mindenkit!